Sok-sok szeretettel köszöntelek Szexádon, a Fitke Stúdió karanténjába. Kerát Henrietta vagyok edző, és beköltözök az önök otthonába, igaz csak virtuálisan. Ha megengedik, akkor innentől kezdve, mint sportársakat, nem magázni, hanem tegezni fogom. Így egyszerűbb lesz. A koronavírus járványra való tekintettel ugye beszorultunk a négy fal közé, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is elég szűkös körülmények között mozgunk. Nagyon fontos lenne, hogy a mindennapi mozgást beiktassuk ezekbe a napokba, hiszen nem csak hogy stresszoldó, hanem a szorongásunkat is nagyon-nagyon könnyedén tudjuk vele elűzni. Nagyon jó lehetőség. Apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, nagymamák, nemtől, kortól függetlenül, bárki. Gyertek és tartsatok velem. Ne várd meg azt, hogy majd holnap elkezdem. Még ma kezd el. És azzal se törődjél, hogy ki mit mond. Bízd magadban, bízd bennem. Mert te és én, mi ketten, mint egy csapat, sőt, mint egy közösség, elérhetjük a céljaidat. De ehhez az kell, hogy most felállj a székből, és gyere velem. Győzzük le ezt a vírust, erősítsük meg az immunrendszeredet, minden egyes nap más-más edzésprogrammal foglak várni benneteket itt, a Tolnatáj Televízióban. Szeretettel köszöntelek ma is az újabb blokkunkba. Ma is teljes testet átmozgató edzésünk lesz, de irányított figyelmet fogunk fordítani a hát és a kórizmokra. Kórizmok ugye a gerincet körülvevő izmok, tartóizmok megerősítésére szolgál, illetve a törzs és a hasizmok is beletartoznak. Nagyon-nagyon fontos az ülőmunkát végzőknek, hogy ezeket a kórizmokat erősítsék, mert a mozgásszegény életmód és a sok ülőmunka sajnos hátfájáshoz és derékfájáshoz vezet. Hinta! Kaszával! Sima lépzár, húz a sarok. Ezeket már mind megtanultuk az elmúlt blokkokban, úgyhogy nagyon könnyeden megy mindenkinek. Húz föntről. Dupla. Még egy. Sima lépzár. Figyelj! Hosszan, kicsit beleszökken, pici, nem kell nagyot, nem is muszáj, akinek nem megy, az csak belelép és egy kicsit belegugol. Na még kettő-kettő. Jó, terpeszállás, törzsdöntések széles terpeszbe. Lent és középen, hosszan előre nyúlsz. Gyere, tarts velem, ne állj meg, minden nappal erősebb leszel. Figyelj, lent, lejjebb megy a csípő, fenék, és felnyújtózol. Lent, és föl. Maradjunk lent, pici. Jó! Egyik lábbal előre lépünk hosszan a rántálásba. Csípőn a kéz. Lábfej előre néz, az első is és a hátsó is. Megyünk le, kitörésnek hívják, megyünk le és föl. Nagyon jó comb és farizom erősítő gyakorlat, de mi ezt kombinálni fogjuk a kórizommal. Nem lesz könnyű, már most mondom. Akinek megy, lent tartja a súlypontját, akinek nem, ő maradjon nyugodtan fönn. Karunkat kinyújtjuk magas tartásba, és fordulunk a hátul levő láb irányába, közben megy ki oldalsó középtartásba a kar. Visszafordulsz, és jön vele a kar is. Kifordul, és vissza. Maradj így,
Pici! 20 hátra akar. Tenyered előre fele néz. Csak tart. Megfordít a tenyér. Pici! Ügyes vagy, fordulj vissza és zárd vissza. Ezek nagyon-nagyon összetett kombinált gyakorlatok. Nagyon sok izomcsoport dolgozik együtt, azért is tűnik ilyen fárasztónak, de ha megszokjátok, nem lesz nehéz. Másik lábban elől, nagyon fontos mind a két lábfej előre fele néz, lent és fönt. Itt is figyelj arra, ne told előre a csípődet, a térded ne menjen a bokád elé. Lefele engeded a súlyt, lefele. Lent megtartod, kinyújt a kar, és fordulsz a hátul levő lábad irányába ki, oldalsó középtartásba akar. Szuper! És most maradsz itt, pici! Megfordít, tol! Hol fáj? Remélem mindenhol. Visszafordulsz, és visszalépsz. Kicsit rázd meg. Pihen egy kicsit a combunk. Válszélességű terpesz, válladon a kezed, és innen tolod föl. Tol, húzd, tol. Teljesen húzd le a könyöködet a törzs mellé. Térdbe hajlít, előre dőlt, 45 fokos szöget zárd be körülbelül a törzsed a talajjal. Itt is 20-tól fül mellől indult a kar. És csak a jobb kéz húz hátra, és csak a bal váltva. Jó hír, megyünk le a talajra. Jó, gyere föl! Lefekszünk a földre, homlokunkat lerakjuk a talajra. Kinyújtod a kezedet, mind a kettőt. Ellentétes kart és lábat emelsz, jó? Tehát jobb kéz és a bal láb fog egyszerre emelkedni, úgy, hogy a homlokod a földön van. Emel, és váltva, másik. Kezdők 8-8-at, haladók 16-16-ot is csinálhatnak a későbbiekben. Maradsz lent, fönt összeérinted a két tenyeredet, és 20-tól ugyanazt csináljuk, amit állva. 8-akat ismétlünk most. Nagyon jó! Feljövünk négy kézláb. Négy kézláb, figyelj arra, hogy a vállad alatt legyen a tenyered, és derékszöget zárjon be a combod és a törzsed, jó? Megpróbálod itt is a jobb kezedet és a bal lábadat emelni egyszerre. Csak tart! Ügyes! Másik oldal. Csak tart! Jó, ülj egy picit a sarkadra, nyújtsd meg! És most 8-8-at emelünk, jó? Ellentétes karlábbal nem tartunk, csak emel. Fönt és le! Saját ütemed be, ahogy jól esik. Ahogy megvagy, jöhet a másik oldal, 8. Na, hogy tetszik? Dolgoznak a hátizmok és a kórizmok.
Nagyon-nagyon fontos egyenes tartásod, hogyha ezeket az izmokat megerősítjük, akkor teljesen más lesz a kiállásod. Hátra fogod húzni a válladat, egyenes lesz a törzsed, nem fog fájni a derekad. Nagyon-nagyon sokszor előfordul, hogy fiatal lányok ilyen görnyetten állnak. Nem azért, mert puposak, az is lehet, hanem azért, mert nem elég erős a törzsizmuk, sem a hasizmuk. Jó? Tehát fontos. Erősítsük meg a kórizmokat. Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!